Na. Na, jó van, nem tudunk befejezni, olyanok vagyunk, mint a Némó, Nem is visszafelé, és kell. kezdjünk el visszafelé. Visszafelé röhögni. Nem, olyan, hogy volt a boci-boci tarka? Icobi-cobakra. Üdvözlünk mindenkit a Kritikán felül legújabb adásában. Én itt Reni vagyok. Én pedig Zsolt. A mai témánk az a Mr. Nobody lesz, Zsáko van Darmel. Remélem jól lejtettem a rendezőnek a nevét rendezésében. Ez egy jó, hogy 2000... rákészültél. Igen, rákészültem. 2009-es film, egy jó hosszú filmről van szó, 2 óra 21 perces. És hát, illetve hosszabb, igen, a bővített egy... verzió, mert mi azt néztük. Igen, mi azt néztük meg természetesen. Ez egy nagyon jó film, úgyhogy köszönjük a figyelmet. Nem. Igen, jó film. Majd megbeszéljük. Én nagyon szeretem ezt a filmet. Ahogy most is azzal fogjuk kezdeni, vagy ahogy az elmúlt adásokban már bevetettük ezt a cselt, azzal fogjuk kezdeni, hogy először egy gyors ajánlót mondanánk el mind a ketten, úgyhogy mivel én szoktam kezdeni, ezért most kezdte, hogy kinek és miért ajánlanád ezt a igen, filmet egy pár szóban. Rájöttem, hogy ezt el szoktuk felejteni, hogy ebben azért röviden összefoglaljuk a történetet, mármint szoktunk rá utalni, de hogy azt meg elhagytuk valamilyen furcsa módon. Igazából a történetet elég könnyű röviden összefoglalni, jelen esetben, aztán ennek a megvalósulása ugye az meg a bonyolultnál is bonyolultabb. Tehát arról van szó, hogy van egy 9 éves kisfiú, aki egy lehetetlen döntés előtt áll, választania kell, hogy az apjával fog együtt élni, vagy az anyjával, akik hát éppen válófélben vannak. És ebben a pillanatban, vagy ezekben a pillanatokban ő neki a fejében különböző történetszálak futnak végig, a lehetséges különböző életutakat hát próbálja jövőjével, ki igen, igazából. jövőjével kapcsolatban. Hogyha az anyjával marad, akkor mi történhet, hogyha az apjával marad, akkor mi történhet. De ezekből még nagyon sok történet szerte ágazik. És mindezt egy olyan keretbe kapjuk, meg, ami a jövőben játszódik, és a 9 éves kisfiú, én már 118 éves, ha jól emlékszem, és ő próbálja elmesélni az élet történeteit. Szóval erről szól ez a film, én azt gondolom, hogy ez már önmagában egy mindenképpen egy érdekes koncepció, úgyhogy sokaknak meghozhatja a kedvét. Itt keveredik a sci-fi, a romantikus filmmel, a melodrámával, és még szerintem mondhatnánk egyéb műfajokat is. Ajánlani, hát azoknak mindenképpen ajánlom, akik szeretik ezeket a... akik szeretik Christopher Nolan filmjeit. azoknak mindenképpen, mert hogy ez is egy ilyen, hát ilyen puzzle, ilyen mozaik, ilyen kirakós film, ilyen elmejáték van a filmben, tehát aki szeret ezen gondolkodni, hogy melyik jelenet, melyik helyzet, hova helyezhető el, hogyan lehet összerakni, rekonstruálni a történetet a cselekmény alapján, akkor annak mindenképpen ez egy ilyen gondolat, tehát egy ilyen jó játék lesz, jó mentális játék lesz. Aztán, hogy mondani való tekintetében kinek ajánlanám, mi a baj? Azt hittem, hogy itt át fogod adni, és én ezt elmondhatom. Hát de valószínűleg nem ugyanazt fogjuk hát eddig elmondani. Eddig ugyanezt mondtam volna köpül, de nem baj, nem akkor baj. Mondjad. Hát mondani való tekintetében, mert az előzőt, ezt én is pont Christopher Nolant akartam említeni, úgyhogy ezt meg se ismétlem. Én, akinek ajánlanám, az aki szereti így elfilozofálni az élet különböző lehetőségeim, meg aki így átélte, vagy átéli folyamatosan, hogy frusztrálja az a gondolat, hogy na most, ha ezt az embert választom, most tegyük fel, általában nagyon sok embernek ez általában a tragédiája, vagy a komédiája, vagy tehát, hogy ez az életének a fő kérdése, hogy kivel élje le az életét, vagy hogy ez jó döntés volt-e, vagy akkor meg ekkor így döntötte, jó egyetemre ment, stb. Akit ezek a gondolatok nagyon érdekelnek, az szerintem ezt a filmet is kedvelni fogja, tehát ez mindenképpen egy fő kérdése a filmnek, hogy és majd aztán megbeszéljük, hogy erre milyen választ kapunk, hogy az életben a döntéseink azok mennyire szerteágazó életutakat formálhatnak, és hogy mit gondol erről Némó.
Igen, tehát Hát a ez szerintem... probléma felvetés az teljesen hétköznapi, az mindenki által átélt, valakit kevésbé frusztrál, valakit jobban, de szerintem mindenkit érdekel ez a téma, mert hogy mindannyian Igen. küzdünk vele. Igen. Na hát akkor most már lassan szokásunkhoz híven, akkor térjünk is rá a tervezetre, ami ugye úgy alakul, hogy én is összeírtam három szempontot, de így egy kicsit úgy nehezen kitalálhatóan neveztem el őket, és a René is összeírt három szempontot, és akkor majd felváltva ezek mentén fogunk beszélgetni a filmről remélhetőleg egy jót. Jó, én kezdjük a tieddel, amit először írtál, mert szerintem ezt tök könnyen ki fogom találni. Na. Az az első, amit Zsolti felírt, hogy tenetre hívás, tehát nem tetemre, hanem tenetre hívás. Itt szerintem te arra gondolsz, hogy van a Tenet című film, ami szintén ilyen mozaikos technikával Húha, készült. nem tudom, milyen technikával készül, de az már több, mint mozaik. Na Igen, igen. na, de hogy emiatt itt szerintem te most a filmnek a struktúrájáról szeretnél beszélni, és mondjuk esetleg arról, hogy ez így szerintem, vagy hát, hogy beszéljük meg, hogy ez így jó-e, vagy hogy ennek mi volt a célja, ugye? Igen, és mit gondolsz, hogy összehasonlítva a tenettel, mire juthattam itt a Fú, most nagyon előzetes gondolkodás Nagyon során. próbálkoztam visszaemlékezni a Tenetre, hogy ott visszafelé ment a, nem, ott nem visszafelé ment a cselekmény, hanem több szálon futott, de ott is valamit az idővel Van, akartak amikor vissza, ott babrálni. minden, tehát ott annyi felé ment a cselekmény, hogy na mindegy, mondja. Ez a baj, nem tudom visszahívni azt a filmet. Most tudom, hogy benne volt a vámpír. De nem kell a cselekményt visszaidézni, hanem mi volt az élményed a filmmel Én kapcsolatban? nekem az egy tetszett az a film, Ja, szóval... jó, hát akkor nem biztos, hogy egy hullámhosszon vagyunk. Ja, nekem az tetszett. De a végén abban volt az, hogy nem, hogy a Miről szólt ez a film? barátságát megmentette, vagy megmentette a barátját. Miről szólt ez Valami a film? küldetésről, nem? Hogy valamit hatástalanítani kellett. Ne, nem, De nem, tényleg nem emlékszem, csak a mi volt a benyomásra. mondani valója? Hát nekem most az ugrik be a végén, hogy megmenti a barátját, igazából visszamegy az idő, vagy tehát valahogy az idő mókus kerekével megmenti a barátját. Nem tudom. Jó, azért Mi kérdezem az, így, hogy mert mókus kerék? Na mindegy. az idő, Nem ja. tudom, miért mondom, hogy mókus kerék. Abból kiszakadva, vagy... Hát talán pont a Mr. Nobody miatt mondod, hogy Lehet. mennyire rabjai vagyunk az időnek, és hogy egyfelé folyik, és nem tudunk ebből kiszabadulni. Azért kérdeztem, hogy mi a mondani valója, mert hát szerintem nem volt nagyon mondani valója. Szerintem az a Nolan pályájának egy olyan darabja, ahol egész egyszerűen túltolta ezt a puzzle-szerű filmkészítést. Tehát ott már öncélúnak éreztem, hogy tehát annyira megbonyolította, hogy már nem maradt lelke a filmnek. Szerintem miért nem szólt neki Egész senki? egyszerűen. Ahó, Christopher, ez így nem lesz jó. Lehet, hogy szóltak neki, csak öntörvény, ami egyébként jó, ha esetleg emiatt csinálta meg. Próbálkozzon csak mindenféle kísérletezéssel, mi ezt támogatjuk így egyszerű nézőként. De ez most szerintem nem jött össze. Az látható az ő karrierében, hogy ő, tehát ő egyszer rá van cuppanva erre az idő dologra, és mindenféle aspektusból ezt vizsgálja. Igazából Igen, az az egész karrierje Interstellarról is erről fogunk szól. majd egyszer Tehát a beszélni. Memento, a Prestige, az Interstellar, az Inception, mindegyik valahogy Vagy az hogy ezt a idő van filmet a nem ő rendezte. Na, középpontjában. de nekem Hát azt mondaná, biztos, hogy mi az egyébként, összefüggés, mert engem nagyon érdekel. ja jó, csak hogy egyébként ugye az Inception is 2009-ben jött ki, meg ez a film is, az későbbiekben biztosan lehet, hogy hatottak egymásra, meg aztán ezekre a filmekre például a remélem így fordították magyarul, az is hatott ezekre, amit a rendező is elmondta. Mi az összefüggés a két film? Hát most ez nyilván egy ilyen magyar tanáros szójáték, ugye az Arany Jánosnak egy balladája, ami nem teljesen független egyébként ettől a filmtől. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el, mert én most gyorsan meghallgattam, amikor eszembe jutott ez a nagyon kreatív, idézőjelben kreatív szójáték, Sinkovics Imre előadásában nagyon jó ballada. Ugye a tetemre hívás az amikor, az volt a középkorban, amikor a gyanúsítottakat odaállították a holttest mellé, gyilkosság történt, és mindegyiket odaállították egyenként, és azt nézték meg, hogy a sebből elkezdte folyni a vér, és ha elkezdett folyni, akkor
az az ember ölte meg. Tehát egy nagyon izgalmas ilyen, mai szemmel ugye egy ilyen babonás szokás élt. És mi van, ha egyiknél se folyt a vér, itt arról senki van nem ölte szó, meg? Hát igen. Jó, hát ez olyan, mint a tudod, a bizonyítása annak, hogy megint csak, hogy ki a bűnös, hogy forró vasat kell fogni, ja, és ha nem fertőződik el a vízbe, igen, súllyal, és ha fönnmaradsz, akkor tehát, hát nem sok esélyed volt. Tehát biztosra mentek. Minden esetre itt arról van szó, és itt kapcsolódik be a Mr. Nobody, csak én ezt tudatosan nem is gondoltam át, hogy kiderül, hogy a bocsánat a spoilerért, most mindenki fusson el elolvasni, 10 perc alatt el lehet, kiderül, hogy a barátnője, a férfinak a barátnője gyilkolta meg, mert, vagy ne, lehet, hogy még össze se jöttek, arról van szó, hogy játszott vele, és valami olyasmit mondott, hogy úgy sem mered, nem tudom, ezt vagy azt megcsinálni, és akkor a férfi leszúrja magát. És hogy mennyire esetleges, és ugye a döntéseink, hogy egy ilyenből egy haláleset van, hogy incselkedik egy lány egy férfival. Uh-huh. Na itt kapcsolódik be a Mr. Nobody. Bocsánat, megint a sok kitérőért. A Tenethez úgy kapcsolódik, hogy tehát nekem negatív a véleményem a Tenetről, öncélú lett ez a sok játszadozás az idősíkokkal. Itt ugyanúgy van játszadozás az idősíkokkal, de azt érzem, hogy itt kevésbé lett öncélú, hanem sikerült ezt valamiféle mondani valónak az eszközéül felhasználni. És szerintem ennek ez lenne a lényege. Tehát nekem önmagában az, hogy valaki itt zsonglőrködik az idővel, ez nekem önmagában még nem művészet. Ez egy nagy, tényleg nagy gondolkodást igényel, időt igényel, kitalációt igényel, de ez papírmunka, vagy hogy mondjam, ez adatolás, ez még nem művészet. Ha ezt azért csinálod, hogy valamit te kihozzál a dologból, és következik belőle valami érvényes az életünkre, a szerelemre, akármelyik téma, amit előfordul a filmben nézve, akkor annak már van értelme, és itt a Mr. Nobody-ba úgy éreztem, hogy történik ilyesmi. Igen, meg tehát, hogy én itt öncélúságról már csak azért se tudnék beszélni, mert szerintem ez a film, ez egy mestermű. Tehát olyan kivitelezés értelmében is, ugye a színekkel, ahogy játszik, hogy ugye minden lehetséges választott lánynak más színe van, tehát amikor arról szól a történet éppen abban vagyunk, akármilyen kimenetele van, mert ugye tehát három lány közül vacilál, de nem csak három szálon fut a lehetséges jövője, hanem kb. Minden lánya szinte három-három másik változat is van. Tehát a Jared Leto azt mondta egy nyilatkozatban, hogy ő 12 szerepet Igen, akkor jól számoltam. Mert például van az Annával, amikor gyerekkorúban összejönnek, mind a három szálban, amikor az Annával van tehát összejön gyerekkorában, csak az egyiknél, amikor elválnak utána, nem találja meg, és az Annának gyerekei lesznek, a másiknál szintén nem találja meg, és gyerekei lesznek, és de hogy ott ő az Anna is özvegy lesz, meg ott összefonódik a... Közösen gyerekeik szerintem csak egy idővonalban lesznek. Lesznek nekik közösen gyerekeik? Igen. Van egy, amikor aztán autóbalesetben meghal, mert beleesik a vízbe a Nemo. Az nem az Annával Csak az nagyon van. Rövid, de. Komolyan. Akkor azzal négy van. Nem, lehet, hogy négy. De csak azért gondolkoztam el, hogy mindegyikkel három van, mert én ezt a most többinél én újra néztem, számoltam, és csak ott láttam meg, ott viszont esetlen. Viszont Annával én arra emlékszem, hogy van egy, de az lehet, hogy nekem akkor összefonódik, tehát amikor találkoznak a pályaudvaron, és az Annának van két gyereke, akkor ők egymásra néznek, és köszönnek egymásnak. Viszont igen. Van az a szál, van, amikor az Annának, az Anna. Igen, amikor az Annának szintén van két gyereke, és találkoznak a temetésen, mert a Némónak a Anna meghalt férje, az a kollégája volt, és akkor csak annyit, tehát megkeresi őt utána, a temetés után, és mondja neki, hogy valahonnan ismeri. Szóval az egyikben nincs köze. Abban az időségben. Aztán meg van, az amikor felnőttként egymásra összetalálkoznak újra, és ott meg újra szerelmet, tehát egy szeretkeznek, aztán megint elválnak, de hogy érted? Igen, az tehát is ez három. És akkor van egy, amikor hát most már van négyet gyerekük. Mondtál, nem? Özvegy, a kolléga hal meg, ő hal meg,
Mi, de a kolléga is úgy hal meg, Nem, mint ő. amikor a kolléga hal meg, akkor a lány özvegy, az Anna özvegy, és Ja, akkor özvegy, akkor akkor fognak három. össze. Ja, jó, oké. Na, és akkor ezen kívül Na. még van egy, amikor gyerekük Nem is tudom, van. de emlékszel, hogy Jó. ezt akartuk elkerülni, ugyanis szerintem nem az lenne a lényegen, ez megint nagyon érdekes, Ja, de nem az lenne a nem, csak lényege, hogy hogy most szétszálazzuk. összeszámolni. Nem, fel, egyáltalán nem akarok belemenni semmelyikbe ennyire részletesen, csak hogy itt megálltam egy pillanatra, hogy én úgy emlékeztem, hogy mindegyikkel három van, és te kijavította, hogy itt négy. De mindegy, ez. Tudod, hogy szeretem a pontosságot. Aztán lehet, hogy neked van igazad, mert Ja, te nem, kétszer elkezdted láttad. mondani, sorolni őket, és én mondtam, hogy van még egy. Egyébként nem tudom, hogy akkor most három vagy négy van. Jó, mindegy. Csak hogy van egy, amikor, tehát amikor már, tehát azt mondtam, hogy egyetlen egy olyan van, amikor gyerekeik vannak közösen. Na, én erre egyáltalán nem Mert emlékszem. ez nagyon rövid, ez Akkor nagyon azért, rövid. na, de visszatérve arra, hogy szerintem miért mestermű, Amint röviden van bemutatva, bocsánat. szerintem tényleg azért, mert ahogy a vágások zseniálisak, tehát olyan jó kameramozgások vannak, és egyik történetből megyünk a másikba, és ahogy így Ezek az összeszálazódik, áttűnések. igen, összeszálazódik, tehát hogy például amikor abba úgy hal meg, hogy az autóval beleesik a tóba, és ő pislog a halakra, és akkor a következő vágás az az, hogy felül egy kádból, és lepuffantják. Tehát, hogy valahogy így kapcsolódnak egymáshoz folyamatosan, és mint egyik életből kelne fel a Így másik, lehet, átfolynak igen, lehetséges életbe átfolyik egymásba. egyik a másikba. És nekem megint csak az előző adásban is mondtam, ha valaki ezt nem hallgatta, akkor muszáj hozzátenem, hogy Paul Auster 4321 című nagyon vaskos regénye Ezt is. mondtad közben is. Igen, de annyira, fú, az Na most annyira már jó lehet, hogy regény. elolvasom. Na, helyes. Ti is olvassátok el, az előző podcast nem győzött meg. Megint csak azt mondani, hogy annyira ide kapcsolódik, és nagyon, nagyon jó. Na, Várjál, szóval... igen, ha már szóba hoztad, akkor még egy kicsit beszéljünk ezekről az áttűnésekről. Igen, azért... Mert én majd beszélni akarok egy kicsit a filmnek a gyengeségeiről, ami főleg a második megtekintés után jött nekem most ki. Pedig én már négyszer láttam. Jó, de én most, tehát én már régen egyszer láttam, de most egymás után kétszer megnéztem, és most a másodikra jött ki. Na de hogy az erőssége tényleg ezek az áttűnések, például, hogy például van olyan, amikor az apja mellett dönt, az apja ugye lebénul valami, és neki kell ápolnia, és kapnak egy képeslapot New Yorkból. És akkor előtte látunk olyan jelenetet, amikor ő még nem biztos, hogy New York. Mindegy, nem a helyszín a lényeg. Az anyjával él, az Annával, a kamera kizumol az ablakból, látunk egy nagy totált a városról, és az képeslappá merevedik, és az az apja idősíkjába lesz, amikor el se utazott az anyjával. Tehát, hogy tényleg ilyen kreatív, vagy látjuk a vonatot. Hihetetlen, nem tudom, hogy jut valakinek ilyen eszébe. Tehát annyira nagyon jó van meg a zenék. De szerintem az, amiből ahogy... nem sokat hallottunk, mert nagyon minimál hangerő hallgattuk a gyerek miatt. Igen, de nekem itt van a fejemben, meg én tényleg nagyon sokszor láttam ezt a filmet, és én tettet, hogy ez a Mr. Sandmannek a különböző változatai, illetve tényleg az, hogy az adott hangulathoz hozzáillesztett zenerészletek folyamatosan felbukkannak, és ez egyrészt ez is segíti az elménket, hogy a jelenetek és a lehetséges élet utak közötti váltást is megértsük, hogy itt éppen váltás van, vagy azt is, hogy ezt a, hogy így átbillenjünk egyikből a másik, vagy átúszunk mi is, ha már itt az úszás szóba került. Illetve annyira durva megalapozza az egész hangulatát, és utána én még ma is énekelgettem itt a gyereknek is ezeket a dalokat, szóval egy hónapokra bele issza magát az ember fejébe, meg ez sok dallam. Van, hogy tehát tényleg a zeneterén is megvan ez az áttűnés, hogy a 9 elutazik, tehát azt látjuk, amikor az anyját választja, 9 éves kisfiú, ott vannak az új lakásban, megszólal a zenének az eredeti változata, és aztán a kamera szépen siklik jobbra, és már a gyereknek az ágyát látjuk, de a szoba már átváltozik, látjuk, hogy kicsit idősebb korában van a gyerek, és annak a zenének a rokkosabb változatába megy Igen, át az igen, egész, tehát igen. ilyen is van. Másrészt ez nekem még nem lenne elég, hogy azt mondjam, hogy több értelme van itt ennek a puzzle-szerűségnek, meg bonyolításnak, mint a Tenetnél. Amiért több értelme van, az összefügg ezzel,
hogy szerintem ezeknél a filmeknél azt kell jól megoldani, és nagyon sokszor eszembe jutott a Felhő Atlasz című film egyébként, ahol szintén ilyen párhuzamos életeket látunk, hogy összetudnak ezek adódni, és valami többet mondani, mint egyenként. Egyébként másodikra megnézve, ezek egyenként nem túl erős sztorik. Csomó közhelyes frázis hangzik el, sok helyen ilyen nyálas, gicses dolgok vannak, de hogy valamit kiadnak, és ezek a visszatérő elemek az életünkben, amit mi is meg tudunk élni, nem kell ehhez százféle szállat futtatni a fejünkben, hogy amikor a 9 éves Némót kimentik a vízből, és aztán amikor az egyik idősikban meghal, mert balesetet szenved, és a vízbe esik a kocsia, vagy ahogyan elválik az apja és az anyja, és aztán majd az anyja az új szeretőjével is szétmegy. Vagy amikor megkörnyékezi az egyik lány. Tehát ezek a visszatérő jelenetek, amiből elég sok van az ember életében, ezekkel tud játszani a film. Nem mondom, hogy maradéktalanul kiaknázta, de hogy azért szerintem sikerült valami többet kihozni belőle. Igen, egyetértek. Na nézzük a következőt, választ Na, az én. Hát most, hát az elsőt választom, a szivárványt. Na, mondjuk. És akkor én is azt mondhatom, hogy könnyű kitalálni, mert hogy például erre gondoltál, ahogyan játszik a három feleségjelöltnek a színeivel, és azt egyébként nem mondtad el, ezt csak gyorsan elmondom, ugye az... Nem erről van szó? Nem erről van szó, átvertél. Na de ezt mondjuk egy gyorsan, hogy a színeknek azért, hogy mondtad? Hogy a színeknek azért is fontos... De hogy mit jelentenek a színek? Azt nem mondtad el. Ja, a jelentésüket nem mondtad. Ugye a sárga az a gazdaság. Jane-nek a... Jane-nek a... izéje, milyen, színe, és az ugye a... De egyébként az irítségnek a színe a sárga, de hogy a gazdagságnak az anyagisága, az anyagi. A vagyonnak a színe, a kék, az a bánatnak a színe, és ugye ott a depresszióba. Igen, igen. Köszönjük. És a vörös vállalok pedig a szenvedély és a veszély. Ugye, ami az Anna, ami a kiemelt feleség előtt, én úgy gondolom ebben a filmben. Illetve a sárga az még ugye megjelenik például a közlekedési lámpáknál is. Tehát tényleg ez a se nem biztonságos, se nem túlvesz, ez az ilyen semmilyen. Igen. És ugye ezt éli meg Némo. És ugye az az érdekes, hogy ezt éli meg ezzel a Jane-nel, ezzel a kínai nővel, nem, mint ez annyira fontos lenne, csak valami alapján be kellett azonosítanom. Tehát abban az időségben egy csomó minden sárga, ugye főleg a nőnek, a feleségének a ruhája, ezt éli meg, hogy előre eltervezte azt az életét, mert ugye ezt azért választja, mert hogy az Alice nem akar vele összejönni. Igen, és az az érdekes, hogy a Jane mellett azt éli meg, hogy ő igazából nem is akarta ezt a nőt, de biztonságra játszott és összejött vele. Az Alice esetében azt élhetik meg, hogy igazából az Alice nem akarta őt, de beadta a derekát, hanem ő ugye a Stefanót akarta, és az Anna esetében van az, hogy mindketten akarták. Igen. Egymást is azért is kiemelt visz. Na, tehát szivárvány, akkor nem ezekre gondolsz. Akkor nem tudom. Semmi más. Egyébként némileg van köze hozzá. Nem tudom, nem... Igazából itt a színek miatt jutott eszembe, hogy ugye a színek tehát reprezentálják magát az életutakat, vagy a lehetséges jövőket, és nyilván, ahogy beszéltük, azon belül is szétágazó lehetőségeket mutat be a film, és hogy bennem az a kérdés merült föl, hogy ahogy az elején mondtuk, hogy biztos nagyon sokakat, minket is foglalkoztat ez a gondolat, hogyha nem tudom, aznap 5 perccel hamarabb indulok el, akkor a hamarabbi hívvel tudok menni, és akkor az a hív még nem ütközik össze az autóval, ezért nem kések el a munkából, akkor nem tudom, szóval, hogy ezt lehet folytatni, hogy kinek hogy alakul egy-egy napja, és mit tudom, hogy mi történik vele, hogy valóban ennyi lehetőségünk van viszont ilyen értelemben az életünkben, hogy te érzed ennek a feszültségét amúgy így a saját életedben, vagy hogy tehát ugye ezt így jól
érzékelteti a film, vagy azért némi túlzás is van ebben, hogy... Kérdés, hogy a film ezt támogatja-e, vagy inkább olyan ironikus módon veti fel? Na hát, válaszold meg a saját kérdésed. Hát, nem tudom. Sok helyen azt érzem, hogy ez csak játék, hogy felveti azokat a magyarázatokat, legyen az tudományos, ezotérikus, ilyen hétköznapi magyarázat, hogy amelyek arra szolgálnának, hogy tisztázzák azt, hogy mi miért történik velünk, és mik azok a befolyásoló tényezők, amik hatnak a mi életünkre és nagy eseményeinkre. Tehát néhol azt érzem, hogy ez csak ilyen leltározás. Néhol azt érzem, hogy komolyan gondolja, mert a Némo mégiscsak ezzel küzd. Néhol meg azt érzem, hogy tényleg, hogy egy kicsit úgy viccet csinál belőle, mert hogy egész egyszerűen olyan megoldásokat alkalmaz, olyan bevágásokat, olyan meseszerű például a Némo szüleinek a találkozása. Igen, klisé szinte. Igen, és ilyen, tehát ilyen moketszerű az a helyszín, ahol ők találkoznak. De ennek meg más oka is. Gyorsítás van, van a gyereknarrátornak a hangja, ami szintén De ez a moketszerűség, ez a gyereknarrátorból fakadt, tehát hogy ez az életnek a megrendezettségére utal akár. De hogy ott az első felében, ahol ezeket fölveti, hogy pillangóhatás és a többi. De végén is felveti ezeket a makett dolgokat, amikor a magyarázza a riportának. Hát az elején veti fel, és a végén öreg, megint. Igen, hogy ez egy mind csak egy kisfiúnak a fejében van, és így felbomlik a Na de épp háttér. Ezért, hogy nem tudom, hogy ez mennyire komolyan vehető, tehát nem nagyon érzem ki az egyértelmű véleményét a rendezőnek mondjuk. Én viszont személy szerint ezt önáltatást rám is hat, én is szoktam így gondolkodni, de hogy aztán próbálom ezt lebontani, mert hogy önáltatásnak tartom. Igen, mert hogy amit az előbb felsoroltam, hogy ha 5 perce hamarabb indulok el, ez már a múlt, tehát ezen már változtatni nem tudok, kivéve Nekem némó, nem ez a bajom vele. De hogy ez a kár rágódni rajta, nem? Ne, az, hogy minden egyes eseménnyel ezt el tudod játszani, és százféle okot találhatsz, és visszamehetsz időben is Ádámhoz és Évához, meg... hogy mondjam, tehát vízszintes tartományban is találhatsz mindenféle okot. Tehát most ott találta azt az okot, hogy az apja elcsúszott mint csúszott el? A levélen. Volt egy ilyen. Igen. Meg most akkor mit tudom én? Az apjának fájt a térde, mert 19 éves korában focizott, és ott rosszul lépett, és ezért most itt, amikor az anyjával találkozott, nem úgy lépett, mint ahogy lépett volna, nincs ez a sérülése, és akkor nem Igen, lép rá a levélre. Szerintem ez az irónia egyébként. Száz... Ez az irónia része a filmnek. Nem is olvasom nekem rá. Még a Mizga család is eszembe jut, hogy bárcsak a Hufnagel Pistit választottam volna, hogy ez, amit mondasz, hogy az önáltatás, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, de tényleg szerintem mindig a párválasztásnál merül fel a legtöbb emberben, mert ez egy életre szóló elvileg döntés, elvileg. És nagyon sokszor mardos minket a bűntudat, hogy bezzek, ha nem tudom kihez megyek hozzá, vagy neki szülök gyereket, akkor most nem ilyen életem lenne, és ez aztán persze, mint ahogy Alice-nél is látjuk, aztán ugye ott hagyja a mély depresszióból a Némót, és nyit egy fodrász üzletet, ahol még mindig annak a ex-tini korban megismert barátjának a képét nézi, aztán bejön hozzá, ilyen megtermett, kicsit elhízott változatba, és levágja a haját, és nem veszi észre, hogy ez az a férfi. Hát ez is sokat mondó, hogy ugye konzerváljuk azt az emléket, azt Igen. az illetőt, és hogy egyszerűen nem... Tehát nem valljuk be saját magunknak, vagy hát nem tudjuk bevallani, mert egy csomó ideje mondjuk nem találkoztunk vele, hogy az már amúgy se lehet ugyanaz. Tehát, hogy mi egy ilyen... Egy emlék. Igen, ez a nosztalgia és a nosztalgiának a csapdája. Igen. Ami utáljuk soha a nosztalgiát, nem? Hát sok tekintetben igen. Soha nem az igazságról szól, meg hogy az őszintességről, hanem valamilyen fajta önáltatás, én úgy gondolom. Igen, amikor megint kapcsolódjuk, aktuális, muszáj mindig valami ilyesmit is hozzáfűzni, amikor ránézel a 2 hónapos kisbabádra, és aztán nézegeted a telefonodba az 1-2 napos képeket, és full nosztalgiában, hogy jaj, de arra is már minden, aztán meg az első napoknak a kegyetlen fájdalma, és minden, ami ott volt, az már így a szürke homályba így elveszett, és csak azt nézze, hogy jaj, de kis aranyos volt, meg jaj, de mit tudom én, aztán a lónak a
kockát. Igen, meg ez az eluralkodó nosztalgia, ami az Alice-en depressziós állapotban eluralkodik, én azt gondolom, hogy mindig valaminek a jelenbeli hiányát jelenti, tehát amikor ilyen mértékű, tehát amikor valaki azon Igen. kesereg, hogy úristen, és így komolyan, hogy miért nem azt választottam, és már kimondja a párjának is mondjuk, hát ott akkor elég nagy problémák vannak Igen. a jelenben és abban a párkapcsolatban. Tehát az lehet igaz, hogy komoly problémák vannak, csak hogy nehogy azt higgye, hogy az a megoldás erre, hogy mit csinál, megkeresi, és akkor majd 15 év múltán ugyanolyan lesz, mint 15 évvel ezelőtt, amikor mindketten megváltoztak belsőleg, Jó, és külsőleg. most csak így Igen. gonoszkodásból belefúrok ide, hogy akkor Na. mi van az Annával való kapcsolatával, amikor felnőttként találkoznak újra. Hát Mert ki úgy mind a mondta, hogy ketten az egy akarták. jó feltárása ennek a problémának? Ki mondta, hogy a film ebben erős? Én nem Hát, mondtam. jó, oké. Na Na, mindjárt nézzük a belem, de következőt. várjál. Ja. Hát még itt ugye nem csak arról van szó, hogy, hogy mi befolyás. Tehát az a bajom, hogy ezt mindennel el tudjuk Hát játszani. igen. És hogy egy ilyen, igazából ez ilyen illúzió, ilyen furcsa, ilyen egyéni valószínűségszámítást nézünk, ami hülye, komplett hülyeség egyébként. És megint csak egyébként a Farkas Attila Mártonnak Céljainkon túl című könyvében van erről például szó, amit előzőleg is említettünk. De most ilyet én is tudok kreálni. Mi egy liftben találkoztunk először. Na már most, ha Nem én... igaz. Nem igaz. Ott kezdtünk el beszélgetni először, Igen. bocsánat. Az egy kiemelt pillanat, tehát mi is tudnánk ilyen love story-t forgatni Fú, belőle. ami nagyon durva, Na majd egyszer elmesélj. várj. Ha én... nem hagyom ott a telefonomat, és ezért nem ugrok vissza, akkor nem akkor lépek oda a lifthez, és nem akkor... Tehát Ha van minden más ele lehet valaki a játszani a világon. liftben, már lehet, hogy nem szólok Ha hozzád. van más valaki, Igen. igen. Én azt gondolom, hogy nagyon ritka az ilyen soha vissza nem térő alkalom valójában a való életben. Nagyon-nagyon ritka, az emberek nem az utcán És szoktak ha ebből lesz ismerkedni. valami, Tehát akkor... általában úgy van, hogy egy csomó esély van arra. Tehát például itt van a Némónak az élete, és az Annával az iskolában találkozik először. Na most ott még egy csomó ezer lehetőség, amit a film nem mutat be, lehetett volna, hogy ők összeismerkedjenek. És mi van akkor... Nem az iskolába találkoznak először. De az iskolában Hát van az a találkoznak. jelenet, amikor sétál a Némó, és mind a három lányra ráköszön. Jaj, jó, de És az az kb. lehet, Ilyen csak kiragadott szimbólumja. jelenet. Meg az is lehet, hogy ez csak De szimbóluma a igazad van, jó, filmnek. persze, igen, de hát nem Köszönöm, akkor hogy tetszik igazam meg van. neki, hanem akkor... Vagy hát ugye akkor már lehet, hogy ő elkezdte futtatni a fejében Meg a hát az egyik verzióban nem az lehetőséget. iskolában találkoznak, mert akkor már kamaszok, hanem van az úszodában is találkoznak, amikor Ja, de még akkor kisgyerekek, igen. illetve akkor is meglátja, Tényleg, tehát és ők akkor is nézik megtetszik egymást, és neki, aztán igen. meg amikor az anyja, meg a udvarlója találkoznak az erdőbe, akkor utána fut a Aha. csávónak, és aztán látja, hogy ez a csávó az Annának az apja, mert az Anna ott ül a stégen, szóval. És akkor már úgy néz rá a lányra, mint hogyha ő már látta volna, szóval akkor gondolom ez az úszós síkkal egy időben volt. Na mindegy, szóval, hogy az így Igen, tehát gyerekkorban szerintem ez találkoznak. önáltatás egyébként, igen, a film a 9-15 éves és a 34 éves Némónak a életéből, hát különböző életeiből mutat be jeleneteket. Jó, szerintem egyébként erről, hogy döntés valószínűség, erről még úgy is beszélünk, úgyhogy akkor Igen. térjünk az én másodikomra. Következő második az a nevem senki, senki, senki. Nevem Bond, James Bond. Na, akkor Húha. itt a feladvány. Mindig azt mondom, olyan könnyű Hát. kitalálni. Hát. Most arra utalsz, hogy a Nemo az latinul azt jelenti, hogy senki. Igen. Hát És én tehát az nagyon a neve, hogy senki-senki. rohadt okos vagyok. De ebből kiindulva Ezt egy tanulmányból olvastam, amit nem tudtam volna. Na. Neked szegezem azt a kérdést, hogy miért ez a film címe, és miért így nevezik az embert. Hát hiszen elég sok mindent látunk belőle, ez azért, valaki. mert Miért bárki. senki? Imádom a magyar nyelvet. A Akkor miért senki. nem bárki a neve? Az igaz. Akkor pont ez az, hogy mert ez senkivel így meg nem történik, és mivel Némúnak az élete, mint ez a fiktív karakter,
igazából nem tudjuk, hogy hogyan zajlott le, vagy így nem is, nem kerül ez igazán megválaszolásra szerintem, hogy igazából melyik volt az az út, ami megtörtént. Vagy de, az amikor az Annával végül találkozik a világító toronyban. Na várjál, hát most ez mit jelent, hogy megtörtént egyáltalán? Hát, na jó, egyik szóval út se történt meg, a Mr. Nobody-nak szerint az a lényeg, azért senki, mert igazából, mert nem az a lényeg talán, hogy kivel történik. Nem? Szerintem nem, de várj, itt egy pillanat rájunk meg, hogy te ezt hogy gondolod, mert erre kíváncsi vagyok, meg biztos hallgatók is, akik látták ezt a filmet, elgondolkoztak ezen. Hát, hogy mi történt meg? Én ezt úgy értelmeztem, hogy a vonatos választásig minden megtörtént, és hogy onnantól kezdve, aminek mi szemtanúja vagyunk, az a gyerek fejében játszódik le, azok az elképzelt jövőképek abban a pár másodpercben, és igazából ezt mondja az öreg is, hogy ez így történt. És a végén azért látják, hogy a gyerek szétbontja, mint a legót, azt a világot, amiben az öreg meg az újságíró például benne vannak, mert hogy a gyerek döntött, és úgy döntött, hogy nem dönt, és inkább elfut. Tehát, hogy... nem döntés is döntés. Hát igen. Tehát, hogy úgy döntött, hogy nem dönt, csak mondja az öreg, hogy a sakkba is van az a lépés, mikor nincs jó lépés. És elfut, és igen, és akkor döntött valahogy. Hogy te nem így értelmezted, de a megtörtént, nem megtörtént de, szempontod? De, hogy nem. Így értelmeztem. Tehát, hogy... Ja, jó, oké, azt hittem, hogy nem. Hogy nem erre gondoltunk. És akkor hol is tartunk? A nevem senki, igen, nevem senkinél. Kicsit meg kellett állnunk, csak azért hezitálunk itt. És most már hárman vagyunk, itt van rajtam egy kis baba. Igen, mert lehet, hogy ő is elmondja a magvas gondolatait. Mondasz valamit, Bella? Na? Jó. Csak szuszog. Szóval, én szerintem azért fontos ez a senki elnevezés. Ja igen, mert értelmezted valahogy, én nem így értelmeztem, én szerintem azért senki, mert hogy a filmnek az a felvetése, és szerintem ez az egyik, hát ez a legerősebb pontja a filmnek, pont ez az, ami nincs kimondva az öreg által a végén, szóval azt veti fel, hogy igazából nem döntünk sehogy, akkor nem alakul ki a személyiségünk. Tehát bejár ez ezerféle életutat ez az ember, és ezért nem is tudja, hogy ő kicsoda valójában. Tehát, hogy ez a börtön, amiről a film beszél, hogy az idő egy irányba folyik, és a szétesés fele halad, ha így most kozmikus szinten nézzük, tehát a cigarettában nem megy vissza például a füst. Ennek ugye az az átka, hogy ahogy a gyerek narrátor is elmeséli, hogy megbánjuk a döntéseinket. És hogy nagyon fontos lesz minden egyes döntés, mert tudjuk, hogy ha elmúlik a pillanat, akkor már nem tudunk visszamenni. A gyereknek még az a fontos döntés, ugye, az egyik pillanatban, hogy melyik édességet választja, de aztán jön egy sokkal fontosabb, hogy az apját vagy az anyját válassza. Szóval ez egy börtön, viszont ezt teszi lehetővé, hogy súlya legyen az életünknek. És hogy döntéseket hozzunk, és ezen döntések mentén mi legyünk valakik. Én most eldöntöttem abban a bizonyos helyzetben, hogy mit választok, én vállaltam ennek a következményét, és én többek között ezért vagyok valaki. Tehát, hogy ennek ilyen személyiségképző ereje van. Igen, de hogyha... Igen, de ez teljesen és ha nincsenek döntéseim, akkor én senki, akkor ki vagyok? Oké, ezzel teljesen egyetértek, és ez egy tök jó magyarázat, viszont ez hogy tehát személyiség formája ereje van, igen, mert ugye, mint láttuk, simán lehet az, hogy valaki egy döntés következtében depressziós lesz, vagy tehát egy képtelen feldolgozni a döntésének, hogy hogyan alakította ez a jövőjét. És utána mit csinál? Nem dönt. Tehát úgy nem dönt, hogy még az ágyból sem kell ki. Igen. És aztán nem is halad sem erre, tehát akkor meg is akad az egész folyamat. Tehát én ezért tartottam ezt fontosnak, hogy a címet egy kicsit megvizsgáljuk. Mehetünk tovább? Ah, most az enyém? Igen. Na. A kulcs. Hát, nem tudom. Kosztolányi novella? Igen. Igen? Igen. Ja, de hát az hogy jön ide? Na. Az hogy jön ide?
Hát ott is egy kisgyerek van, ledőlnek a bálványok, talán szülői bálványok. Igen, ez az egyik része, a másik pedig én ezt egy tanulmányban olvastam, és tökre rávilágított, hogy tulajdonképpen ez egy fejlődés és felnövés történet is. Tehát ez nem pusztán egy ilyen filozófiai gondolatokat ábrázoló film csak, hanem ez egy felnövés történet is, én azt gondolom. Én azért nem vagyok ebben annyira biztos, mert hogy miből mi lesz. Tehát pont azért, mert nincs egy egységes Némo. Vagy most a felnőtt Némót például hogy jellemeznéd? Olyan értelemben, tehát hogy ahogy az előbb megbeszéltük, pont jó, hogy előtte beszéltük meg, hogy ez így, ha valaki nem dönt, az akkor ugye nem nincs személyisége, tehát tulajdonképpen egy senki. Az oké, csak hogy az, hogy mi vezet ide Némónak az életében, az egy olyan patthelyzet, ami nagyon sok gyerek és fiatal életében az első lépés a felnövésben sajnos, ugye a szüleinek az elválása. És azt tapasztalja meg, hogy az ezek után következő döntések milyen felnőtté változtatnák őt ilyen értelemben. Értem, nyilván nem olyan értelemben felnövés történet, mint a Kulcs, vagy mint az Indián tábor, de hogy valamennyire azért az. Ja, oké. De tényleg úgy az Indián tábor például, hogy akkor kezdődik el a felnövés történet, amikor befejeződik a film valójában. Hát igen. Nem? De. Mert egyébként meg, és most nem tudom igazából eldönteni, hogy ez a filmnek a gyengesége, hogy egyébként meg, ha megvizsgálod, akkor hát ilyen különböző Némókat látunk, és tényleg nem lehet annyira jellemezni őket. Tehát például, aki Alice-szel marad, aki depressziós lesz, az egy ilyen nagyon, nagyon kitartó, nagyon kedves, nagy empátiával bír, nem hagyja el a feleségét, hűséges valaki, aki az anyjával marad, és jó, ezt még tinédzserként látjuk, ugye ott eléggé megkeseredett, mert el kell válni Annától. Nem tudom, annyira nem ismerjük meg a felnőtt Némót. Nem? Látjuk bizonyos helyzetekben, hogy... Helyzetekben látjuk, de hát most nem lehet egy ilyen típusú film, ami ilyen részletes és szerteágazó, hogy kimerítsen. Csak hogy úgy értem, hogy az elejéből... Inkább a tinédzser Némót tudnám jellemezni. Az sokkal inkább jellemezhető, hogy miket csinál, a felnőtt annyira nem. De talán azért, mert a felnőtt részekből kapunk onnan kapjuk a legtöbb töredéket. És ennek meg ahhoz van köze, hogy igazából ezt érdemes úgy elképzelni. Én szerintem, hogy a vonatos helyzettől kezdve, mint a fának az ágai, így elkezd szétválni, és nagyon sok szétválás történik még. Tehát a vonatos a legnagyobb, de nem az az egyetlen szétválás. És éppen ezért a végén, tehát a 34 éves Némó, aki a 118 előtt ugye a legidősebb korú Némó, akit látunk, ott nagyon-nagyon sok töredéket látunk, és ugye nem hosszan látjuk, nem mélyen látjuk őt egy bizonyos időségben. Egyébként a rendező azt mondta, hogy neki eredetileg volt egy talán egyetemen készített kisfilmje, kísérleti filmje, egy ilyen 13 perces, amiben mi is belenéztünk, ami arra futtatta ki a történetet, hogy van ez a választás, ez a vonatos jelent, és ő ezt akarta megvalósítani. Aztán mondta, hogy valamelyik interjúban mondta, hogy valamelyik film hatott rá, megnézte, és az a film már eljátszott ezzel a komplexitással, vagyis, bocsánat, nem ezzel a komplexitással, a döntéshelyzettel, és éppen ezért gondolta ő úgy, hogy akkor nem ilyen bináris módon gondolkodik erről, hanem akkor még komplexebbé teszi, és a vonatos kérdés a legnagyobb dilemma után is még ezerféle dilemmát felvonultat, és hogy ezért lesz valójában ez ennyire komplex, ez csak így érdekességként. Szóval a Kulcshoz még, hogy még a novellával kapcsolatban, vagy miért ez jutott eszedbe? Csak azért, mert tudom, hogy ez egy felnövés történet, vagy egy ilyen kulcsfontosságú. Egyébként a bálványoknak a ledőlése is, csak a film nem helyezi erre a hangsúlyt, tehát hogy a szülők mint bálványok, nem? Érinti, de nem ez a központi témája. Hát az elég érdekes, hogy az anya mellett milyen megkeseredett lesz, nem? És az apa mellett meg látszólag az élete rosszabb, mert hogy egy felnőtt emberről kell
gondoskodnia, hát azért az 15 Hát az évesen... apjával való létből lesz a depressziós Némo, amikor a Jean-nel van. Jó, de az meg az Alice miatt elvileg. Ja, jó. Minden esetre most aztán eszembe jutott a másik kritikám ezzel kapcsolatban, hogy én ezt az típusú narrativizálást, ahogyan az ember felfogja az életét, mint ahogy itt a főszereplő, én ezt szintén ilyen hamisnak tartom. Ez interjúkban se szeretem, emlegettük már a kadarkait. Nagyon sokszor, ha van egy hibája szerintem az ő módszerének, azon túl, hogy zseniális riporter, hogy ezekre a fordulópontokra próbál rákérdezni, és én nem hiszek ennyire ezekben a fordulópontokban. Szerintem egy átlagos életben egyébként nagyon kevés ilyen, tényleg ilyen óriási, ilyen kívülről jövő fordulópont van, és az se biztos, hogy teljesen megváltoztatja az ember életét. Hanem én abban hiszek, hogy van egy belső mag, vannak drive-ok, és lehet, hogy nem pont ugyanúgy alakul az életünk, mint ahogy alakulhatott volna egy döntés mentén, és lehet, hogy el lehet képzelni ezerféle dolgot, de hogy az ember személyisége egyébként olyan sokat nem fog változni. És hogy ugyanazok a dolgok fogják nagyjából érdekelni, és ugyanazokat a dolgokat fogja keresgélni. Tehát én nem hiszek abban, hogy egy esemény az ilyen gyökeres változást tud elérni az ember életében, mint ahogy kihallik ebből a filmből, ahogyan a rendező ezt megpróbálja. Tehát ez az a fajta életnarratíva, ami ezek mentén, csomópontok mentén fogja meg az életet. Én szerintem ez egy kicsit hamis. Jó, akkor felolvasom én, mert hogy neked most nehezebb. Ez egy idézet. Csak én bírok versemnek hőse lenni, elsős, utolsó, mindenik dalomban, a mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. Babicsnak a lírikus epilógiából egy részlet, és hát mire gondolhattam. Szerintem arról, hogy ott van egy 118 éves ember a halálos ágyán, és magáról beszél, és hogy igazából mindenki a saját történetét narrativizálja, és hogy ez a legfontosabb az életünkben. Ez tesz minket emberré, az erre való reflektálás. Viszont megvédeném, hiszen persze, hogy magáról beszél, amikor folyamatosan tőle kérdezik, mert ő az utolsó halandó a Földön. Talán erre gondoltál? Nem teljesen, nem a karakter szempontjából, mert az nyilván magáról beszél, hanem a film, tehát a Mr. Nobody, mint művészeti alkotás és művészeti koncepció kapcsán. Ugye Babics ebben a versében azt a dilemmáját osztja meg, hogy egyszerűen a mindenségről akar beszélni, de hogy csak a saját szemüvegén keresztül tudja megközelíteni. Tehát nem létezik ez a 100%-ig tárgyasult megközelítésmód, és hogy ez milyen határokat szab egy művész esetében, az ő esetében egy lirikus vagy egy költő. És a Mr. Nobody, mint film esetében pedig ugye azt vettem észre, hogy megpróbál behozni egy csomó objektív szempontot és szemléletmódot, vagy megfejtést. Ugye beszél fizikából hozott elméletekről, pszichológiai kísérletekről, de mindezek mellett a végén mégiscsak azt látjuk, hogy ennek a 9 éves kisfiúnak az univerzuma van, ami összekapcsolódik ezzel az egyébként objektíven is leírható folyamattal, amit ugye nagy roppanásnak, Big Crunchnak neveznek, ugye a nagy boomnek az ellentét párja. Tehát, hogy ez egy személyes nagy boom, és egy személyes nagy összeroppanás, tehát, hogy szubjektív módon tudja csak megközelíteni, annak ellenére, hogy egy általános problémára keresi a választ, ami, ugye, ahogy már megfogalmaztuk, milyen döntéseket hozunk, mi befolyásolja a döntéseinket, mi az okokozat, és ilyesmi problémák. Úgyhogy erre gondoltam. Na, ez érdekes volt. Köszönöm. Köszönöm, hogy ezt így megosztottad. Szépen. Igen, nekem egy kicsit nehéz most így folyamatosan a kisbabával, de hogy így nem vele nehéz, hanem hogy így beszélni, hogy közben rá is kell
figyelni meg a beszélgetésre is. Miért ilyenkor vesztek fel akkor a podcastot? Hát már egy csecsemővel teljesen kiszámíthatatlan az élet. Köszönjük akkor szépen, mehetünk tovább. Miért nem a csecsemővel foglalkoztunk? Na jó. Menjünk is tovább a következő pontra, ami az enyém, és hát ez már az utolsó is, igen. Azt írtam, hogy az éjjel soha nem érhet véget. Mire gondolhatok vajon? Nem tudom, valami kormánypropaganda? Nem. Nagyon-nagyon rossz képzett társítások lépnek életbe ezzel a számmal kapcsolatban. Az éjjel soha nem érhet véget. Hát, hogy nem halt meg végül, és kiröhögte a halált gyakorlatilag. Egyébként megjegyzem a későbbi Jokeres nevetésével, mert hogy ugye a Jared Leto játssza az öreg Némót is, és úgy nevet, ahogyan a Suicide Squadban az új Joker, ami igen, nem sikerült. Igen, én azt nem láttam. Én se láttam, csak jeleneteket meg hallottam a hírét, de ugyanúgy nevet egyébként, hogy innen van. Na, majd megnézem. Na mindegy, szóval erre gondoltál, hogy nincs halál igazából? Mert hogy nem is léteztek, ahogy mondja az újságírónak. Ez a nincs halál igazából, ami fontos. Vagy hát abban a... Igen, abban de nem pontosan erre, de hogy érinti ezt is. Azt írtam fel magamnak, hogy fontos-e a befejezés, mit jelent szerinted, és hogy miért mondja azt Némő, hogy this is the best day of my life szerinted. Tehát, hogy ez így a halállal, ez így hogyan kapcsolódhat össze, és hogy ez a fontos-e a befejezés, ez nem a egyrészt a halálra is vonatkozik, mint az életünkbe, illetve az, hogy itt nincsen befejezés, mert hát tulajdonképpen visszafordul a dolog, ez így hogyan fontos a film szempontjából, meg így és alapvetően. Sok volt a kérdés. Tudom. Hát felveti azt a film, hogy a nagy összeroppanás, a nagy roppanás után esetleg az idő majd visszafelé fog menni. Ugye ezt a elméletet veti fel, és ezt látjuk, hogy tehát aznap van a nagy összeroppanás ideje, vagy a nagy roppanás, így fordítják magyarul, mert nagyon furán hangzik. Nem tudom. Na mindegy, a Big Crunch-nak az ideje aznap van. Szeretném a Crunchy csokit a Lidl-től. Igen. Köszönjük Benedeknek, ez az... motor is. Jó, az a baj, hogy azzal szokott viccelődni, hogy majd ilyen vásárlási élményeket fogunk megosztani, erről fog a podcast szólni, mert nagyjából erről szól a podcastek nagy része, hogy ilyen szintű dolgokat osztanak meg. Ki viccelődött ezzel? A Benedek. Ja. Úgyhogy Benedek, most megkapta. Szia. Na jó. Szóval az összeroppanás után visszafelé kezd el menni az idő. És ahogy az Anna megjósolta, kiszámította, kalkulálta, az akkor következik be, amikor a Némó ugye számít rá. Tehát ilyen szempontból ez a szerepe, másrészt az a szerepe, hogy olyan, mintha visszafelé felgöngyölítené. Felgöngyölítené. A különböző idősíkokat és a különböző szálakat, amiken végigment addig fejben, ugye a 9 éves Némó, és visszafelé ugye, hát a film úgy mutatja be, hogy akkor itt tök pozitív dolgok történnek, a víz alatt felébred nevetve a Némó, mert hogy mégiscsak él, tehát halálból élet lesz, az apja és az anyja mégsem mennek szét. Tehát minden visszaáll arra a 9 éves kori állapotra, ahol neki tök jó volt. Másrészt ugye a film ezzel a gondolattal is játszik, hogy most nagyon elegyszerűsítve, milyen jó lenne, ha vissza tudnánk fordítani az időt. Ugye az egyik időségben a Némó egy ilyen, miután robbanásban elveszti az Alice, tehát ott nem a depresszió felé megy a felesége, hanem előtte meghal. Utána ő azzal foglalkozik, hogy képeket készít. Ilyen nagyon sok képet nagyon-nagyon rövid idő alatt készít, és egész nap be van rendezve a házában egy olyan szoba, ahol fotózgatnak a fényképezőgépek, és akkor olyan dolgokat fotóz, ami megrohad, vagy... Állati tetemet, állati, gyümölcsöt. Igen, és utána ő visszafelé játsza. Ez lehet, hogy egyszerűbben is, ma már egyszerűbben is meg rákeresett volna a YouTube-on. YouTube már akkor is volt szerintem. Na mindig ezt megcsinálja magának, és azt nézegeti, és nyilván ez a... Milyen jó lenne a hamuból, ami ott áll, az Alice hamujából az élő emberi testet, magyarán visszafordítani az időt, milyen jó lenne. Tehát ezzel játszik a film. Te még mire gondoltál? A kérdéseim alatt? Még volt egy kérdés, mint nem válaszoltál meg ezzel kapcsolatban. Ja jó, csak 25-et tettél fel, úgyhogy... Most arra válaszoltál, hogy miért... Hát, hogy mi a szerepe? Oké, de hogy miért mondja Némo azt, hogy this is the best day of my life?
szerinted? Hát mert hát egy, nem is tudom értelmezni, hogy ez a nap, mert ez milyen időintervallum egy olyan karakternek az életében, akinek minden felidéződik aznap, és körbe-körbe járkál ezeken az idősíkokon. Vagy nem tudom, tehát mintha azért, mert látszólag ez a legrosszabb napja, ennek kéne a legrosszabb napjának lenni, hát már öreg, alig tud felkelni, és most fog meghalni. Szerintem azért a legjobb, mert nem hal meg. Mert újraindul. És ő tudja már, ugye? És ő tudja, igen, hogy mi fog következni. Tehát ő tudta akkor is, amikor megszületett, hiszen a felejtés angyalai őt nem csókol, vagy mi nem tették az ujjukat a szájára. És ezért emlékszik innen a képessége. Ő emlékszik, igen, a jövőre. Egyébként tudod, miért tudja? És akkor tök jó, mert rátérhetünk erre, amit még mindenképpen érinteni akartam. Mert olyan, mintha ezek a némók, némák lenni. Ezek az idősebb némók, a 9 évesnél idősebb némók, ezek tudatukra, egyre jobban tudatukra ébrednének, és rájönnének, hogy én csak egy idősík vagyok, én nem is létezem, mint ahogy ez az öreg. Igen. Jelek vannak, áttűnések vannak, kapcsolatok vannak az idősíkok között. És mintha ez az öreg rájött volna arra, nem csak arra, hogy most fog meghalni, most jön a nagy összeroppanás, hanem ahogy narrálja azt, hogy a gyerek egyébként most hogy gondolkodik, akinek a fejében vagyunk, tehát rájött arra, hogy a gyerek egyiket se választotta, hanem elfutott, és ő talán azért örül ennek, mert már tudja, hogy ugye pillangó hatással, mert a gyerek elfúj egy levelet, egy falevelet, az fog történni, hogy igazából összejön az Annával. Tehát igazából választ, úgyhogy nem választ, úgyhogy elfut a választás elől, választ egy lehetőséget, és ez neki a legjobb lehetőség, és ugye az Annának a nevével hal meg a száján gyakorlatilag. Igen. Jó, én még azt akartam mondani ehhez, hogy fontos-e a befejezés, hogy így összességében, ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a halál, mint olyan, az azért fontos az életünkben, mert a halál tudatunk, ugye különböztet meg minket az állatoktól. Sokan gondolják azt, hogy az állat is tudja, hogy meg fog halni. Én azt gondolom, hogy az állat mondjuk azt érezheti, hogy nagyon rosszul van, és mondjuk a halála előtti, nem tudom, egy napokban érezheti azt, hogy na most itt ő meg fog halni. De hogy úgy, mint mi, gondolkodni a halálról nem tudnak. Hát, ez mert biztos. A halál most maga, mennyi képzett társul ez az állat? Persze. Erről biztos, hogy nem tud. Így van. Úgy olyan nem tudja elképzelni, hogy mi az, amikor ő nincsen. De mi se tudjuk elképzelni. De el tudjuk képzelni olyan módon, hogy látjuk, hogy mi az, amikor egy ember élete megszűnik, és hogy reagálnak rá más emberek. Azt nem tudjuk, hogy mi történik a halál után, de azt el tudjuk képzelni, hogy mi megszűnünk, ez az ember sírni fog, ez nevetni fog, de megy tovább az élet, tehát hogy érted így, tehát hogy ő a jelenben él. A halál meg a jövőhöz tartozik igazából, ő neki nincs múltja és jövője. Na igen, de hogy... Reflexei vannak, hogy, meg automatizmusai. Hogy ez a film megint azt a gondolatot is felébresztette bennem, hogy egyébként meg a mi életünkben mennyire fontos az, hogy mi meg azzal a tudattal éljük a mindennapjainkat, hogy ennek vége lesz. A Némó pedig ugye elvileg nagyon jól tudja, hogy ő itt a pont aznap fog meghalni, és ezáltal vissza is indul az életben, és hogy ez... De egyébként ettől ilyen... még meg fog halni. Nem? Tehát a születésnél. A gyerek Némó idővonala az egyszer véget ér. Ja, hát igen. A fő Némó idővonala. Tehát persze. Van egy fő, egy eredendő. Meg is született, ugye? Hát igen. Nem? Na mindegy, de ez csak filozofálgatás, tehát semmi komoly. Igen, és én még tudom, hogy nagyon szép lezárás lenne, de most bocsánatot szeretnék kérni a filmkészítőitől, mert aztán rájöttem, hogy ez az irónia, amit ott keresgéltünk, ez benne van, hát mindjárt a legelején ezt a galambabona effektust, ez felvezeti. Igen. Hogy olyan hülyék vagyunk, mint a galambok, hogy azt hiszük, hogy történik velünk valami nagy esemény, én akkor éppen negró cukrot szopogattam, akkor biztos köze van a negró cukor, az okokozatot feltételezek, most egy banális példát mondok, és ezért máskor is negró cukrot szopogatok, azért, hogy előidézem. Ez a galamb, mi ez, galambabona, amikor
folyamatosan kinyitják az ajtót a galamnak, és ő egyszer belecsap a szárnyával, amikor nyitják az ajtót, nem az ajtóba, hanem a levegőbe, és azt hiszi, hogy a szárnycsapása miatt nyílik ki az ajtó. És hogy ez reflektál arra, hogy az ember is ilyen. Mert hogy egy ilyen egocentrikus gondolkodásban élünk, és azt hisszük, hogy még az az ember is, aki nagyon, nagyon reflektív és nagyon tudatosan él, hogy azt hisszük azért mégiscsak, hogy milyen jó nagy hatással vagyunk a világra, és a saját sorsunkra nézve... Ez a vizsgázásnál tipikus, nem? Hogy ugyanazzal a tollal írom, csak a vizsgát, ott kell lenni a plüssállatom. Meg ha valami rossz történik, ezt megint csak a film is felveti, hogy mit csináltam, hogy ez a rossz történt velem. Hát igen, pedig... de ez a tipikus, meg akarjuk magyarázni a megmagyarázhatatlan. Tehát például de ha nem vagyunk vallásosak, akkor hogy jön ide az erkölcs, hogy én mi rosszat tettem? De nem is a rosszaság, hanem bármi, hogy nem tudom, tök jól alszik a gyerek, mindig ezzel a példával jövök, egyik nap elromlik, nyilván most ezt idézőjelesen mondom, hogy elromlik, ha nem romlik el a gyerek, és akkor mindennel megpróbálják magyarázni, jaj, biztos esett 3 fokot a hőmérséklet, vagy na, épp, hogy több lett 3 fokkal, vagy teli hold van, vagy fél hold van, vagy új hold van. De az még a jobbik eset, nem tudom, mert a rosszabbik az, tegnap. Hogy biztos, hogy én csesztem el, szarszülő vagyok, valamit már rosszul ja, csinálok. Igen, de hogy ez a külső magyarázás, ez ugyanígy a babonának a része szerintem, hogy ja, igen. Jó, rendben. Ha tetszenek a podcastek, megint elfelejtettük az elején mondani, akkor annyival támogassatok minket, hogy feliratkoztok a csatornánkra. És akkor jövő héten, Igen, köszi a beszélgetést. Marad időnk, akkor új epizóddal. Ja, jövünk. Igen, azért mondja, hogy marad időnk, mert pont költözünk a jövő héten, meg az utána. De valahogy beszorít. De valahogy, majd akkor olyat valahogy, választunk. Vagy ami... maximum utána a rákövetkező héten duplázunk, hogy valahogy megoldjuk. Az már csalás. Nem baj, nem. Na jó. Nem fogunk megszakadni, ez biztos. Na, de mindenkinek szép hetet, és jövő héten remélhetőleg szép találkozunk. Hetet. Milyen nap van? Hát de innen indulva szép hetet kívánunk mindenkinek. Szép párhuzamos életeket. Igen, ne filozofáljatok a döntéseiteken. Túl sokat. Éljetek. Carpe diem, na jó, ez is bullshit. Mindenki filozofál, főleg aki szorongó típus, mint én. Jó. Na. Na, jó van, nem tudunk befejezni, olyanok, hogy mint a Némó. Nem visszafelé. Is kell. És kezdjünk el visszafelé. Visszafelé röhögni. Nem, olyan, hogy volt a boci-boci tarka. Icó-bicó-bakra.